Köszöntöm a kedves nézőt! A hatodik videót azzal szeretném betölteni, hogy önökkel megpróbálok így virtuálisan párbeszédet folytatni. Mert nagyon sok megjegyzést kaptam, észrevételt, és ezeket nagyon köszönöm. Mindenből tanul az ember. És ahogy az első videóban is ezt elmondtam, azért születtek ezek, mert szeretnénk hozzátenni azokhoz az ismeretekhez bizonyos új ismereteket, tényeket, amelyeket az utóbbi pár évtizedben a magyar nemzeti oldalon nagy tisztelettel övezett nagy tudós emberek már kikutattak, felkutattak, közzétettek, de vannak olyan részek, amelyekhez még kiegészítés szükséges. Én megpróbálom a francia nyelvű irodalmat figyelemmel kísérni, és az ott ismertetett dolgokat önöknek továbbítani, mert ez lenne a feladatunk. Egyikünk sem birtokosa a bölcsek kövének, és hogyha összeadjuk, amit tudunk, akkor biztosan előbbre jutunk, mintha mindenki külön-külön kutatna. Tehát ezzel a céllal csináljuk ezeket a videókat, és itt azoknak is köszönetet mondok így virtuálisan, akiknek a művéből dolgoztam, akiknek a videóiból, előadásaiból tanultam, nagyon sokat tanultam, és akiknek az előadásain részt vettem. Mindenki nagyon sok tudást adott át nekem, és én ebből próbálok valami rendszert összeállítani, és hozzáadni azt, amit én tudok, én tapasztaltam, hogy kerek legyen a világ. Tehát, amint látják, itt Raffay Ernő könyveit olvastam át, és hát itt legalább 6 kötet van a szabadkőművességről. Ugye ő az, aki az utóbbi évtizedekben nagy-nagy munkával és szorgalommal gyűjtötte ezeket a dokumentumokat össze és tette közzé. Azon kívül ugye én a francia nyelvű irodalomból ezt többször említettem, Philippe Loncard-Dassac-nak az előadásait és a könyveit többek között. Tehát ezt azért hangsúlyozom ki, mert a többi oldal talán jobban ismert a magyar közönség előtt. Az ő nevével még nem találkoztam. És hát itt mondok köszönetet azoknak az internetes televízióknak is, amelyekből sokat tanultam. Tehát az Álmos Király televízió adásaiból, Drábik János adásaiból, előadásaiból, és hát felsorolni is hosszú lenne. Tehát nem akarok idegen tollakkal ékeskedni. Mindenkinek nagyon sok köszönnivalója van azok felé, akik sokat dolgoznak a nemzet felemelése érdekében. És önöknek is köszönöm a jó kívánságokat és az együtt gondolkodást, és kérem is önöket, hogy mindazokat az ismereteket, amikről itt szó van, azt önök adják tovább, és gondolják tovább, mert csak így tudunk emelkedni. És akkor most rátérnék azokra a kritikai megjegyzésekre, amik abból adódhatnak, hogy valamit nem
egészen tisztán magyaráztam meg, vagy fejeztem ki magam, illetve valami olyan ismerethiány lehet itt, amit pótolnunk kell. Az egyik kedves néző azzal a kritikával él, hogy én Drábik Jánosnak a könyveiből veszem az ismereteimet, és hát ebből szeretnék valami hasznot húzni. Hát ha rossz indulatú lennék, akkor azt mondanám neki, hogy kívánom, hogy ugyanannyi hasznot húzzon ő is belőle, mint amennyi anyagi hasznot mi ebből húzunk. Tehát ez egyetlen egy nézőnek a véleménye volt. Biztos nincs vele tisztában, hogy hogy keletkeznek ezek a videók, hogy hogy jönnek létre. A másik nézői észrevétel pedig azzal kapcsolatos, hogy itt ezek az videók igencsak antiszemita beállítottságúak. Hát akkor hadd emlékeztessem a kedves nézőt, hogy én már számítottam erre, hogy egyszer valaki felveti az antiszemita jelzőt, hogy a homlokunkra süsse, és akkor most tegyük rendbe az antiszemita kifejezést. Ugye ez annyit jelent, hogy a sémita népekkel szembeni ellenszenv. Hát a sémita népek, ugye a zsidóság és az arab népek. Viszont senki nem vonatkoztatja az antiszemita jelzőt azokra, akik netalántán az arabokat nem szeretnék. Egyértelműen most már az antiszemita jelzőt csak azokra alkalmazzák, akik a zsidó népet vagy Izrael államát kritizálni merik. Hát ez az, amit nem értek én sokakkal együtt. Mert ha az ember valakit kritizál, és a hibáit felrója, megemlíti, az nem feltétlenül gyűlöletből vagy rossz indulatból származik, hanem lehet az segítőkészség is. Hiszen a gyereket is úgy neveljük, hogy figyelmeztetjük a hibáira. Márpedig a zsidó népnek a hibáit bizony fel kell említeni. És lehet itt azt mondani, hogy én elfogult vagyok. De már előző adásunkban is, valamelyikben hoztam olyan idézeteket zsidó emberektől, akik bizony a saját fajtájukat, a saját népüket igen kemény kritikával illetik. Ezek közül előkerestem kettőt, és akkor emlékeztetem önöket, hogy ha valaki ezzel a jelzővel bélyegzi meg a kritizáló embert, akkor nyugodtan hivatkozzanak ezekre az idézetekre. Tehát az antiszemitizmusról ír egy Bernard Lazare nevű zsidó író francia nyelvű könyvében, aminek az a címe, hogy az antiszemitizmus története és okai. A következőt határozza meg, következőképpen határozza meg az antiszemitizmus fogalmát. Ha figyelmesen végigkövetjük az antiszemitizmus történetét, megjelenésének idejét és helyét a szétszóratás után, a következőt látjuk. Először is, mindazon országokban, ahol a zsidók letelepedtek, felütötte fejét az antiszemitizmus. Másodszor, ha ez az ellenérzés, sőt gyűlölet, csak egy időben és egy országban jelent volna meg, könnyű lenne rájönni az okára. Viszont ez a nép
bárhol és bármilyen nép között élt, gyűlöletet keltett, és ellenségévé tette az ország lakókat. Számot vetve azzal, hogy olyan eltérő fajú népek között éltek, akiknek hazája egymástól igen távol esett, teljesen más jogrendszer irányította őket, eszmerendszerük egymástól teljesen különbözött, erkölcsi és szokásrendszerük nem volt azonos, életüket más és más felfogás szerint rendezték be, meg kell tehát állapítanunk, hogy az antiszemitizmus kiváltó oka magában az izraelita népben keresendő, és nem a velük ellenséges népekben. Tehát az antiszemitizmus kiváltó oka magában az izraelita népben keresendő, és nem a velük ellenséges népekben. Ezt mondja Bernard Lazar, zsidó származású író, az antiszemitizmus története és okai című könyvében. A következő, aki ugyancsak zsidó származású, sőt izraeli állampolgár, a volt izraelita oktatási miniszterasszony. Úgy hívják Sulamit Aloni. Ő 2002. április 14-én egy beszélgetés, egy riport alkalmával az Egyesült Államokban nyilatkozik az antiszemitizmusról. És kérem, hogy nagyon figyelmesen hallgassák végig, hogy mit mond erről. A riporter a következő kérdést teszi fel. Gyakran nevezik antiszemitának azokat, akik nem helyeslik Izrael politikáját. Tehát hozzáteszem, Sulamit Aloni izraeli oktatási miniszterasszony volt. Folytatja a riporter. Izraeli zsidóként mi erről a véleménye? A volt miniszterasszony válasza. Ez egy trükk. Mindig használjuk. Ha valaki Európából bírálja Izraelt, akkor felhozzuk a holokausztot. Ha pedig ebben az országban, mármint Amerikában, kritizálja Izraelt, arra azt mondjuk, hogy antiszemita. És a szervezet erős, és sok pénze van. A kapcsolat pedig az amerikai és az izraeli zsidó intézmények között nagyon erős. Ők pedig különösen erősek ebben az országban, mint ahogy azt ön is tudja. És hatalommal rendelkeznek, ami rendben is van. Tehetséges emberek, hatalmuk és pénzük van, sajtójuk és más eszközeik. És a hozzáállásuk a következő. Izrael az én országom, ha igaza van, ha nincs. És nem állnak készen a kritikára. És nagyon könnyű antiszemitizmussal vádolni az izraeli kormány egyes lépéseit bírálókat, vagy felhozni a holokausztot és a zsidó emberek szenvedéseit, mint ami igazol mindent, amit a palesztinokkal teszünk. Tehát az izraeli volt miniszterasszony, Sulamit Aloni, azt mondja ezekkel a szavakkal, hogy az antiszemitizmus és a holokauszt jól működő fegyverek a kritikákkal szemben. Olyan jól működő fegyverek, hogy senki nem tud ellene tenni semmit. Szeretném, ha a kedves néző átgondolná ezeket a szavakat, hogy a világ folyásába nem kellene valahogy beleavatkozni úgy, hogy aktívabban harcolnánk az igazságért, akkor talán nem történne annyi katasztrófa.
Most arra térnék vissza, hogy a kedves nézők közül, mondtam, egy valaki a Drábik könyvekre és előadásokra hivatkozik, hogy én Drábik Jánosnak az előadásait propagálom, meg könyveit propagálom, de azt nem sikerült eddig elmondanom, hogy miért is. Azért, mert ő az a író, kutató talán, aki most nem kevés munkát fektet abba, hogy bizonyos történelmi eseményeket tisztába tegyen. És erre már nagyon nagy szükség van. Viszont vannak olyan nézetei és megállapításai, amelyeket ugyancsak tisztába kell tenni, mert ő azokat vagy kicsit félre értelmezi, vagy egy kicsit félre csúszik maga a gondolat. Tehát ezért szeretnék az ő előadásaira hivatkozni, mert történelmi események tisztába tételéről van szó, és fogalmak tisztába tételéről, ami mindannyiunknak nagy gondja, mert ez ugye a média és az utolsó évtizedek talán az egész 20. századnak a nagy bűne, hogy mindent meghamisított és átértelmezett. Tehát először Drábik Jánosnak arra az előadására hívnám fel a figyelmet, amelyben Németország II. Világháború szerepéről beszél. És itt nagyon nagy lépést tesz előre, mert megállapítja, hogy nem Németország a II. Világháború kirobbantója, hanem a kormányok feletti globális pénzhatalom. Ő ezeket így nevezi, mi már tudjuk, hogy kiket értsünk aratta. És akkor most valóban hagy propagáljam ezt a feltárt igazságot, mert ezt nem lehet elégszer ismételni. Tehát ő azt mondja, hogy Németország nem kirobbantója a II. Világháborúnak, erre pedig bizonyíték Churchill két beszéde is. Churchill a II. Világháború befejezése után két beszédet is mondott erről a témáról, és ezt muszáj idéznem, hogy önök is megérthessék, miről van szó. Kétszer nyilatkozott a német szereplő a II. Világháborúban, egyszer 1946-ban, Svájcban, Bernben. A második nyilatkozata pedig 20 év múlva, 1966-ban Fultonban történt, és mind a kettőnek a következő a lényege. Nem a fasizmus megsemmisítése volt a II. Világháború kirobbantásának az oka, azt könnyedén elkerülhettük volna. Az igazi ok az volt, hogy Hitler Németországa olyan gazdasági rendszert működtetett, melyben a pénzrendszer fedezete a német ember munkája volt, és így kiszakította az országot a nemzetközi pénzforgalomból, a bankforgalomból, aminek így nem származott haszna belőlük. Tehát eltapostuk a piszok disznót. Ennek az a lényege, hogy létezik olyan gazdasági rendszer, amelyben a bankok nem tudják kirabolni az országot, nem tudják elszegényíteni az ország népét, hanem mindenkinek munkát és tisztességes megélhetést tudnak biztosítani. Ez pedig Hitler Németországa volt. Gondoljuk tovább a dolgokat. A másik megállapítása
Drábik Jánosnak már általam kevésbé elfogadható, mert ő, amikor a fehér ember és az európai civilizáció elpusztításának célját ecseteli, ugye a kormányok feletti globális pénzhatalom által, akkor ezt az iszlámnak tulajdonítja. Tehát ő valahogy úgy látja, hogy az iszlám fogja elpusztítani Európát és az európai civilizációt, csak hát itt valami baj van, mert ennek a mozgatója ez szerinte sem az iszlám, hanem a nemzetközi kormányok feletti pénzhatalom. Az a bizonyos 9000 ember, akit ő nemrégen említett egyik előadásában. És hogy nem az iszlám ennek a mozgatója, ennek a tulajdonképpen szabadkőműves, globalista célrendszernek, az arra én egy olyan bizonyítékot hozok, ami megint csak francia nyelvű, és a mai napig fent van az interneten, önök is utána nézhetnek, egy bizonyos Tuitu rabbi az előadásokat a Torah Box nevű YouTube csatornán, és ő mondta 2015-ben a következőket, 2018-ban. A Tuitu rabbi tanítása, előadása tehát a következőről szól. Ez majdnem szó szerinti idézet, amit itt közlök. A messiás akkor jön el, ha Edom, azaz Európa, és a kereszténység teljesen elpusztul. Ekkor eljön a zsidó messiás, aki a világ összes vagyonát a zsidók lábai elé rakja, és akkor én kérdezem, jó híre, hogy az iszlám invázió elárasztja és tönkreteszi Európát? És saját maga meg is válaszolja, igen, ez nagyon jó hír, mert sietteti a zsidó messiás megérkeztét. Emlékeztetek arra, hogy a zsidó messiás eljövetele a zsidóságnak azt jelenti, hogy a világ feletti uralmat végleg meg tudják szerezni. Majd a különböző globalizációs folyamatok kapcsán azzal is fogunk foglalkozni, hogy milyen módon, milyen szellemiségben, milyen egyetemes vallás segítségével akarják ezt a világ feletti uralmat gyakorolni. Tehát Tuitu rabbi előadása azt bizonyítja, hogy a zsidóságnak az egyetemes érdeke az, hogy Európa és mindenek előtt a kereszténység elpusztuljon. A negyedik, illetve a harmadik megállapítás a Drábik Jánosnak az, hogy az európai civilizáció erkölcsi alapja a judeo-kereszténység. Ő a görög-római civilizációt is alapnak tünteti fel, ami úgy is van, és itt azért tegyük hozzá, hogy az a görög-római civilizáció az nem a semmiből keletkezett, hanem volt annak előtte egy magasabb fokú civilizáció a szkíta népről. Senki nem beszél egyelőre. Tehát Drábik János szerint a judeo-kereszténység az, amelyik az erkölcsi alapja az európai kultúrának. Csak hát itt a judeo-kereszténységgel nekem bajom van.
Dávid János említi azt is, hogy a zsidó vallásban jelenik meg először a felebaráti szeretet fogalma. Gondolom, ő itt a Tórára gondol, tehát a 10 parancsolatra, amiben benne van az, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. Csak hogy ez más kontextusban jelenik ott meg. Méghozzá a zsidó és a talmudista magyarázat szerint ez a fele baráti szeretet egyáltalán nem vonatkozik a föld minden népére, csak a saját zsidó népére és a zsidó vallást gyakorlókra. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a felebaráti szeretet az a judeó kereszténység öröksége, hanem azt kell mondanunk, hogy ez csak a kereszténység öröksége, amelyik teljesen ellentétben áll mindazzal, amit a zsidó vallásban előírnak. Hiszen Jézus pontosan azért jött, hogy azt a kemény és embertelen vallást, amit ott a farizeusok megköveteltek és gyakoroltak, azt eltörölje, és annak a helyére az ő tanításai kerülhessenek. Az, hogy judeó kereszténység, vagy zsidó kereszténység azért sem értelmezhető fogalom, mert a kereszténység alapja micsoda? Hát Jézus tanításai. Jézusnak az Istenembernek a tanításai. A kereszténység Jézust Istenembernek nevezi. Tehát ezekre a tanításokra van alapozva mindaz, ami az evangéliumokban szerepel. A zsidóság viszont, a zsidó vallás Jézust a legcsúnyább módon kezeli, hiszen a zsidó vallásnak a szent könyve a Talmud, a Talmudban pedig káromlások hangzanak el Jézusról, és olyan jelzők, amelyeket kimondani sem szabad, valamint Jézus édesanyjáról is, Máriáról. Tehát aki ezt a kifejezést használja, vagy azt mondja, hogy a judeó kereszténység közös alapot képez az európai civilizációnak, az ezeket az alapvető dolgokat elfelejti, és nem veszi figyelembe, ami alapvető hiba. És volt egy ilyen megjegyzés egyik nézőnktől, hogy mivel magyarázom én akkor azt, hogy a zsidó történelem szerepel a keresztény Bibliában, és az Ószövetségnek a nagy részét ugye azt teszi ki. Hát igen, ezt elismerem, hogy a keresztény vallás már teljesen meg van szálva, tehát már nagyon régóta a zsidó vallás, a talmudi eszmék behatoltak, és eltorzítják. Ezt nagyon sokan tudják, és nem tudunk semmit ellene tenni. De azt, hogy mi a keresztény vallás, azt mi magyarok nagyon is jól tudjuk. Mert ahogy a szkitáknak, úgy a magyaroknak is a szívébe van írva a törvénykönyv. Tehát nem egy leírt törvényrendszer alapján kell, illetve él a magyar ember, hanem a szívébe írt törvények alapján. Tehát a judeó-kereszténység kifejezésről én ezt tudom mondani, hogy
Azzal egyetértek, hogy a kereszténység el van torzítva, de magát ezt a fogalmat nem szabadna használni, mert nincs tartalma. A negyedik hivatkozás az Drábik Jánosnak arra a megállapítására vonatkozik, hogy ő a szabadkőművességről szólva, és nagyon helyesen, nagyon sok negatív dolgot említ, és alapjában véve a negatívumokat, ami a lényeg a szabadkőművességben, a negatívumokat említi, de azt olyan kontextusban, hogy a szabadkőművességnek is vannak azért jó oldalai. Ami megint csak egy féligasság, mert a szabadkőműves ember lehet jó ember, meg segítőkész ember. De mit mondanak a szabadkőműves kötelezettségekről az alkotmányában? Tehát a szabadkőműves alkotmányban. Először is, milyen erkölcsi elvek alapján tevékenykedik a szabadkőművesség? Hát ugye azt tudjuk, hogy az ő legfőbb lényük az a nagy építőmester, a világegyetem nagy építőmestere, akit tisztelnek, de aki nem azonos a mi teremtő Istenünkkel. És emellett a fogalom mellett, hogy a világegyetem nagy építőmestere, ők minden megállapítást, minden hitet megengedhetőnek tartanak, tehát megengedhetőnek tartják azt is, hogy ezt a nagy építőmestert akár a sátánnal azonosítsa valaki, mert az ő hite és meggyőződése azt diktálja. És itt már nagyon nagy baj van. Mert ha bármiféle tartalommal megtölthető ez a fogalom, hogy a világegyetem nagy építőmestere, akkor a legpusztítóbb jelentést is neki lehet tulajdonítani. És ne felejtsük el, hogy a szabadkőművesség jelkép rendszerében ott van az obeliszk, amelyik az áldozatot, tehát az egyiptomi obeliszk mása, amelyik az áldozat fogalmát jelképezi, és az obeliszk tetején ott van Lucifer lángja. Lucifer a lázadó, az Isten ellen lázadó Lucifer lángja. Tehát a szabadkőművesség szellemisége ezt sugallja, hogy az ő céljaik érdekében bármiféle áldozatot meg kell hozni. Itt Yuri Linnának, akit már régebben említettem, a filmjére hivatkozom, aki a Hermész árnyékában című filmben bemutatja, hogy Kennedy meggyilkolása milyen helyszínen történt. Ugye Dallasban ez egy olyan helyszín, ahol rálőttek Kennedy elnökre, ahol egy hatalmas obeliszk emelkedik, az obeliszk tetején pedig ott van Lucifer lángja. Talán nem véletlen, hogy éppen itt történt a tragédia. Tehát a szabadkőművesség eszmerendszere már nagyon gyanús lehet a jóindulatú emberek számára, és azok, akik ehhez a mozgalomhoz csatlakoznak, azok bizonyos kötelezettséget is vállalnak a belépéskor.
És erről mit mond a szabadkőműves alkotmány? Ezt Ragan nevű író Document Masonic című gyűjteményéből vettem, tehát szabadkőműves dokumentumok. A 130. oldalon a következőket írja. Minden civil, aki úgy dönt, hogy szabadkőművessé lesz, többé nem rendelkezik saját életével. Egy olyan szervezet rendelkezik vele, belépésétől kezdve, mely behálózza a világot. Tehát, ha a szabadkőműves érdekében, a szabadkőműves célok érdekében a tagoknak olyan feladatot kell ellátni, mely saját lelkiismeretével ellenkezik, de a szabadkőműves célok érdekében el kell követni, akkor az a nagyon jó indulatú, becsületes ember el kell, hogy kövesse azt a bűnt. Tehát a szabadkőműves tagnak nincs saját akarata, hanem más rendelkezik vele. Tehát ezt is vegyük számításba, amikor a szabadkőművesség jó oldaláról beszélünk, illetve a szabadkőműves emberek jó indulatáról. Mert igaz ugyan, hogy nagyon sok jó tettük, cselekedetük is volt, például az ingyentej akciót a két világháború között szabadkőműves páholyok indították, és ezzel nagyon sok gyereknek tettek jót. Csak hogy ezzel más céluk is volt. Ugyanis így közel férkőzhettek a tanítókhoz és a tanárokhoz. És ez éppen Raffai Ernő könyveiből derül ki, hogy azzal a céllal kerülnek közel a tanítókhoz és tanárokhoz, hogy a liberális eszméket terjesszék az ifjúság között. Azokat a liberális eszméket, amelyek a keresztény magyar állam lerombolását célozzák. Tehát az ingyentej akció együtt jár azzal a tevékenységgel, hogy az ifjúságot a saját állama és a saját kereszténysége ellen fellázítsák. Ezt is számításba kell vennünk a szabadkőművesség tevékenységében. És most ezzel én be is fejezném a kedves nézőknek a válaszadást. Én remélem, hogy valamit sikerült tisztázni azokból a félreértésekből, amelyek minden beszélgetésnél, minden kapcsolatnál felmerülhetnek. A következőkben viszont arról szeretnék majd önökkel beszélni, hogy az a szabadkőműves eszmerendszer és az a globalizációs tevékenység folyamat, ami a kettőt összeköti, milyen módon próbálja a világot átalakítani a saját céljainak megfelelően, tehát mi az az erkölcsi rendszer, az az egyetemes vallás, amivel ők ezt a célt elérni remélik. Ez az úgynevezett noahita törvények segítségével remélik elérni, a Noénak adott törvények segítségével, ami a nem zsidókra vonatkozik, de ez már sokkal szélesebb kifejtést igényel. Most megköszönöm a figyelmet.
viszontlátásra!